Sziasztok! Elérkeztünk egy következő videóhoz, és szeretném elmondani, mielőtt elkezdjük ezt a videót, hogy nagyon nyűgös, hisztis kedvemben vagyok. Ezért veszem fel ezt a videót, mert ez megnyugtatóan hat a lelkemre. Ha valakit érdekel egyébként, ez talis felső, ami rajtam van, egy iszonyatosan jó, hosszított póló biker shorthoz tökéletes, és egészen ebben voltam. Mert kényelmes, és lusta vagyok. A mai videó egy olyan, ami nagyon régen volt már. Egyértelműen a címből, ti már tudjátok, könyves videóval jöttem. Nagyon régen nem olvastam, és a nagyon régen az azt jelenti, hogy hónapokkal ezelőtt volt az utolsó könyv, amit a kezembe fogtam, viszont több okból kifolyólag is szerettem volna ezt a videót hozni nektek. Négy könyvet hozok most megmutatni, és az első kettőről csak minimálisan fogok nektek beszélni, ugyanis van egy videó, amit vagy négy hónapja felvettünk már nektek a meglepetés vendégemmel, és nem tudtam még kiposztolni, mert ez a videó nem készült el. Ezt így biztosan tudjátok, vártam arra, hogy ide tudjak egy kanapét, vagy hát egy fotelt szerezni, amiben nagyon kényelmesen, nagyon comfy tudok ülni, és tudjuk itt az ilyen kis csajos, beszélgetős videókat felvenni. Nincsen fotel, ha valaki nem jött volna rá, nincsen fotel, úgyhogy most már muszáj volt egy széken felvennem, és hiába nem tudom megvalósítani még azt a látványt, amit szeretnék, előbb-utóbb sikerülni fog. De most addig be kell érnünk a székkel. És akkor az első két könyv, amit szeretnék nektek hozni, az Türmer Balogh Lejlának az első két kötete. És természetesen Lejla lesz a vendégem a következő könyves videóban. Remélem, hogy várjátok, nem is szeretnék túl sokat egyébként beszélni a könyvekről, főleg, hogy az első rész az nincsen nálam, és nem tudom, hogy miért. Vissza fogjuk szerezni, de itt van nálam a második kötet. A második kötet az egy picit vékonyabb, mint az első, és csak nagyon pár szóban elmondva. Ha be kellene sorolni, akkor egy Rubin Pöttyös könyvnek mondanám. Szerintem mondtam már, vagy félig biztosan említettem, hogy Lejla rám írt, hogy szeretném elolvasni az első két könyvét, és természetesen igent mondtam, viszont fenntartásokkal kezeltem a helyzetet, ugyanis nem mindig szoktak tetszeni a magyar szerzős regények, de olyan váratlan meglepetés volt, és pozitív csalódás mind a két könyv, hogy azt elmondani nem tudom. Szerintem pár óra alatt ledaráltam az első kötetet, és akkor tudtam, hogy azonnal neki kell kezdeni a másodiknak, úgyhogy mind a kettőt elolvastam. Nagyon-nagyon ügyesen megírta Lejla, olyan csavarok vannak benne, amire egyáltalán nem számítok. Nekem tetszett maga a helyszín is, a szereplők is, a szereplőknek a jellemvonásai is nagyon királyak voltak, úgyhogy ezt imádtam, mind a kettőt, és bennfentes info, hogy készül a harmadik. Úgyhogy erről most ennyit szeretnék nektek beszélni, viszont ígérem, hogy belátható időn belül hozom nektek a következő könyves videót, ahol Lejlával beszélgettem, és ott sokkal többet megtudhattok magáról, a könyvekről is, illetve Lejláról is. Viszont ide is teszek nektek egy linket, ahol meg tudjátok venni Lejla könyveit, támogassuk egy kicsit, szerintem fantasztikus lett mind a két könyv, és nagyon remélem, hogy még több kötetet olvashatunk majd tőle, úgyhogy támogassátok az én kedvenél Lejlát, és csekkoljátok le a könyvet. Ezután megint egy olyan könyvet hozok, ami nincsen nálam. A három első vakrandi, vagy első három vakrandi, vagy valami ilyesmi a címe. Egy nagyon-nagyon jó könyv volt, teljesen véletlen emeltem le egyébként a polcról, de olyan kellemes meglepetés volt, hogy a második részét azt hiszem, hogy audiobookon olvastam el, hallgattam meg. Fantasztikus volt a könyv. A főszereplőnk egy híradós csaj, ha jól emlékszem rá, nincsen nálam, úgyhogy nem tudom lecsekkolni, és négy hónapja mondom, biztos olvastam már, egy tévés bemondó hölgy a főszereplőnk, aki, ha jól emlékszem, akkor egy randis app videó felvételéhez használta
a munkahelyi felszereléseket, amit nem kellett volna, és hát ennek következtében elindulnak a bonyodalmak, ami után vakrandiznia kell, ezt majd meglátjátok, hogy miért vagy hogy. De a lényeg az, hogy egy nagyon szexi, nagyon izgi randi sorozatnak néz elébe a hölgyemény, és egy hatalmas csavar után nagyon romantikus és nagyon nyálas befejezése lesz a könyvnek, de nekem nagyon tetszett, rengeteget nevettem rajta, iszonyú sokat nevettem. Emlékszem, hogy úgy vettem meg a könyvet, hogy elolvastam a hátulján, ott volt egy olyan értékelés, hogy hangosan nevettem közben, és úgy voltam vele, hogy ezt látnom kell, és úgy képzeljétek el, hogy emlékszem rá, hogy többször volt olyan, hogy tényleg sikítva nevettem az olvasása közben, úgyhogy ha valaki egy nagyon laza, mély, szórakoztató, érzelmekkel teli könyvet szeretne olvasni, akkor csak ajánlani tudom, imádtam. Nagyon-nagyon szerettem. A második része, amit itt láthatok, nem azokkal a szereplőkkel játszódott, akik az első kötetben voltak, és egy teljesen más kötet volt. Azt hiszem, hogy egy közös pont volt talán, és így jött tovább. És azt hiszem, hogy nem kapható talán Magyarországon, ezért angolul hallgattam audiobookban. Viszont nagyon jó volt. Egy az, kezdjük azzal, hogy nem szoktam hallgatni könyvet, és nagyon kellemes meglepetés volt. Akárhova mentem kocsiban, mindig azt hallgattam, és reggel este skincare-nél hallgattam. Azt hiszem, hogy 2 vagy 3 nap alatt fejeztem be. Nagyon érdekes volt, úgyhogy annak is adok egy piros pontot. Az egy totál más sztori, azt hiszem, hogy Wedding Crashers volt a címe, és 3 csajjal kezdődik a sztori, mindegyik író, és elmennek talán nyaralni, így kezdődik, és az egyik csaj, aki aztán ugye a főszereplőnk lesz, találkozik ott egy csávóval, és így indul el a flörtölési folyamat, és ebből növi ki magát aztán a sztori olyan szinten, hogy velük együtt sírsz, nevetsz, és a vége egyébként megint csak talán lehet azt mondani, hogy egy kicsit tipikus és nyálas, de jó. Úgyhogy ezt a 2 könyvet is határozottan csak ajánlani tudom. Ha véletlen elérhető Magyarországon már a második rész, akkor azt valahol jelzem nektek, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem, úgyhogy audio verzióban tudjátok angolul meghallgatni, ami egyébként, hogyha aktívan angol tanulásban vagytok, akkor még hasznos is lehet. És az utolsó könyv, amit hozok nektek, az egy kicsit olyan... Ennek a címe a Bálterem, és nem tudom, hogy onnan látjátok-e, de... Arany pöttyös. Direkt választottam. Szerettem volna a rengeteg Rubin pöttyös, nagyon szexi, nagyon erotikus, tipikus szerelmi sztorik után valami kicsit komolyabbat olvasni, de mégis olyat, ami, hogy mondjam, szórakoztató, tehát nem ilyen nagyon száraz, nagyon olvasmányos, hanem szórakoztató, csak egy fél fokkal, egy fokkal komolyabb. Hát ezzel nem éppen úgy sikerült, ez mondjuk 5 fokkal komolyabb. És rájöttem menet közben, hogy mi a problémám. 2 problémám van ezzel a könyvvel. Az egyik az, hogy nem a szereplők szemszögéből egy per egyben látod, illetve olvasod a történetet, hanem van egy külső elmesélőnk, amivel legtöbb esetben problémám van, valamiért nem tudom úgy belejelni magam, és nem tudom annyira élvezni az olvasást. Ezen kívül pedig határozottan egy nagyon erős leíró prózai rész is van benne, és ahhoz képest, hogy 360 oldal a könyv, nagyon kevés a cselekmény benne, rettentően kevés a cselekmény benne, amihez én valószínű, hogy nem vagyok még elég érett. Ugyanis ha a sztori szerint megérkeztünk egy erdőbe, akkor ezt fél oldalon keresztül írja le nekünk a könyv, hogy az az út, ahol beértünk, illetve az erdő, amit látunk, hogy néz ki.
ez nekem még nem. Lehet, hogy később majd tetszeni fog, és erre lesz igényem, de most nagyon nem. Tehát rengeteg részletben olvastam el. Szerintem 2-3 hét alatt sikerült teljesen befejezni ezt a könyvet, úgyhogy volt, amikor le is raktam, azt hiszem akkor olvastam el a Bakrandisat közben, tehát hogy nagyon-nagyon hosszú volt, és egy nagyon szenvedős folyamat, viszont mindenképpen be akartam fejezni, ugyanis a maga a történet az nagyon tetszett és nagyon érdekelt. Az van az első oldalra írva, hogy magas falak és rácsos ablakok választják el őket, de minden héten egyszer szabadon táncolhatnak. Oké, teljesen megvettem az első látásra. Az alapsztoria annyiban merül ki, egy elmegyógyintézetről van szó, ahol a nők és a férfiak két külön szárnyban vannak. A nők is és a férfiak is dolgoznak az intézeten belül, és itt, ahogy mondja, minden héten egyszer pénteken táncestet tartanak nekik, egy bált, úgymond, a nagy bálteremben, ahol a kiválasztott emberek arról a hétről, akik ügyesen, jól dolgoztak, jó magaviselet, stb., azok mehetnek táncolni, és ott a nők találkoznak a férfiakkal, zene van, és lehet partizni. És maga ez az alapsztori annyira megfogott, hogy nagyon-nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mi lehet belőle, és azon kívül, hogy harmadik személyes elmesélés van, és nagyon sok a leíró része, imádtam a könyvet. Tehát a mélyek azok nagyon mélyek voltak, a magasak meg nagyon magasak. Olyan dolgokat mond el benne, amire véletlen se gondolnék, tehát nyilván fogalmam sincs, hogy az 1900-as évek elején hogy nézett ki egy elmegyógyintézet, és hogy mik voltak akkoriban a szokások, most se tudom, nem hogy akkor. És nagyon érdekes volt tényleg azt olvasni, hogy hogy ment akkor az intézeten belül az élet, hogy működött kívülről a világ. Na, nem szeretnék spoilerezni, de több helyen volt olyan szál behozva, amit nagyon-nagyon elcsodálkoztam. Azt hiszem, hogy 3 főszereplőnk van, akiket részenként külön végigkövetünk, és összességében egy jó könyv volt. A végén egy picit többet vártam volna tőle, tehát a befejezés az nekem egy kicsit olyan lapos maradt, de attól eltekintve, hogy nagyon nehéz olvasmány, tetszett. Nem mostanában fogok ehhez hasonlót olvasni, az biztos. De ha úgy érzitek, hogy készen álltok egy kicsit elgondolkodtató, nehezebb olvasmányra, akkor határozottan tudom ajánlani, nem rossz könyv, csak nem voltam rá felkészülve. Vagy nem vagyok rá felkészülve. Amikor Ella és John találkozik, táncuk örökké megváltoztat 2 életet. Ja, és elvileg igaz történeten alapszik. Igaz történeten alapuló regény egy valószínűtlen szerelemről, veszélyes megszállottságról, őrületről, józanészről és arról, ki dönti el, melyik mit jelent. Ja, úgyhogy ha valaki ilyesmit keres, akkor ezt is határozottan csak ajánlani tudom. Ez volt a villámgyors könyv recapünk. Nem tudom, hogy mikor fogok tudni új könyveket hozni nektek, viszont a leírás videót azt szerintem 1-2 héten belül mindenképpen posztolom, mert nagyon régóta van már nálam, és éppen ideje, hogy megvágjam és megmutassam nektek, ugyanis nagyon jót beszélgettünk, és igyekszem összekapni magam, új könyveket keresni, és egy kis új tartalmat hozni ide a csatornára a könyvtéren is. Ha tetszett a videó, vagy bármelyik könyvet olvastátok, szeretitek, akkor dobjatok nekem egy lájkot, hogyha nem, akkor diszlájkoljátok, tudjátok. Kommentrészek be bármi véleményeket, hogyha olvastátok bármelyik könyvet, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!